Istandot csináltak? Azt, mondta erre neki bátorodva a kis nemecsek, miután látta, hogy a dolog mély hatást tett. Hát hogy történt? Kérdezte Boka. Az Einstand? Az. Mikor volt? Tegnap délután. Hol? A múzeumban. A múzeumkertet hívták így. Hát mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert nekünk az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit. Úgy volt, hogy ebéd után kimentünk a múzeumba, a Weiss, meg én, meg Richter, meg a Kolnai, meg a Barabás. Akkor azt mondja Barabás, menjünk be a múzeumba és golyózunk a falnál. És akkor mind bementünk a múzeumba és golyózni kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, hogy mikor mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azért az összes golyó. És sorban gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy 15 golyó, és volt köztük két üveg is, és akkor egyszerre csak azt kiáltja Richter. Vége van! Jönnek a pásztorok! Mondom a Kolnainak. Te, ezeknek tetszik a mi golyónk. És még a Weiss volt a legokosabb, mert ő mindjárt mondta. Jönnek, jönnek, ebből a gyövésből nagy Einstein lesz. A Kolnai azt súgta a fülembe, te, nemecsek, hagyjuk abba. Azt mondom neki, hogy ne, most éppen most, amikor te gurítottál és nem találtál, most rajtam a sor, ha megnyerem, abba hagyjuk. Közben a Richter gurított, de annak már reszketett a keze a félelemtől, és fél szemmel a pásztorokra nézett, hát persze, hogy nem talált. De a pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak, zsebre dugott kézzel. Akkor aztán én gurítottam. És találtam. Megnyertem az összes golyókat. És oda akarok menni, hogy összeszedjem, volt már vagy 30 golyó, de elémbe ugrott az egyik pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott. Einstand! Ez volt az egész.